kívánok. És tudom, hogy a tanár kollégáknak még van mondani való otthon, meg egyéb munkák is, tehát az, hogy ilyen sok időt áldoznak erre, ez nagyon értékes. Kérdője van a címben, tehát hogy érdemes a matematikát tanulni. Én 8 diát hoztam, és utána szeretném, hogy beszélgessünk erről, mert ez engem nagyon érdekel. Ezt ilyen mániákusan próbálom mondani mindenhol, hogy ezt minél erősebben meg kéne támogatnunk, hogy miért érdemes a matematikát tanulni, tanítani, foglalkozni vele. Nem tudom, hogy proféta vagyok, vagy agitátor, vagy ügynök, tehát mind a három szerepben szoktam működni. Ha iskolába hívnak, szívesen elmegyek, és ezt az ügynök szöveget el tudom mondani. De teljes meggyőződésem, ezt abszolút belül érzem. Ezt eltésként kezdtem el csinálni, mert láttam, hogy ez nagyon fontos az egyetemnek is. Most Bolyai Fritákért is ugyanezt a dolgot folytatom. Amikor megkérdezik, hogy mit csinál az, aki matematikát tanul, akkor legtöbben tudják, hogy vagy matematikát tanít. Tehát talán ez, hogy matematikát utal, ez egy szűk rétegre a társadalom tipikusan. Én arról szeretnék mondani valamit, hogy arról szeretnénk beszélgessünk, hogy mi egyéb. Tehát erre a közismertetek, mi egyéb. Az elhelyezkedésről szerintem vagy tőlem, vagy másoktól a jelenlevők biztos hallották, a kerékpásznak a felmérései, milyen éve vannak, hogy jelenleg foglalkozásra kérdezem meg, hogy ki az, aki még nem hallott erről a kerékpásztól. Ott van ilyen, tehát érdemes mondanom pár szót. Tehát ez egy ilyen álláspontra a Egyesült Államokban, és fölméri 5 szempont szerint azt, hogy mik a legjobb foglalkozások. Ebben a matematika mindig a legelején szokott lenni. Most lehet, hogy a cégvezető valamikor valami matekos volt, és addig számolja a dolgot, míg ez nem jön ki. Elég bonyolult számolási rendszer van, hogy egy állás kovakiba sorrendben 200 körüli különböző állás van felsorolva, a legutolsó általában a favágó. Idegben ez van. És az elején is valami ilyen matekosok vannak. És néha megkerülnek valamilyen jelenlőt is, de azért a matek van az elején legtöbbször. Fontos megemlíteni azt, hogy egy ilyen szempont, tehát tárgyalni oldalra is megnézni, ez talán a 16-os sorrend talán. Hogy nem csak a pénz számít, most Magyarországon az erős motiváció, hogy megy a fizetése valakinek, ahol a pénz valahol dolgozik, hanem a többi is. És azt talán érdemes továbbadni, hogy aki matematikát tanult, az nagyon sok felé mehet. Tehát ezt erről mindjárt kicsit mondok többet is. Tehát igaz orvos azért az általában orvosként dolgozik, persze lehet ott is már sok minden van, de mégis itt nagyon sok felé mehet, tehát rengeteg lehetőség. Mondok egy másikat is, amit talán még az itt levők közül kevesebben láttok, de már több helyen reklámozom ezt is, tehát az ütő tevékenységben is része. A Fortune magazin hirdetésében van egy ilyen című cikk, hogy Algorithmic CEO, a CEO az a kivezető igazgató, ami arról szól, hát pár dolgot kiemelek belőle, de ez a, hát egy ilyen magazinban persze ilyeneket kell írni. Lefordítani, hogy a ipari forradalom óta a legelső változás üzleti világban. Ami azért súlyos állítás, mert azért nagy változás volt, és már több száz éve, és most van itt a következő nagy változás, és ez a változás a matematikához köthető. Erről szól a cikk. Néhány idézet, amit valamennyire most lefordítok, amilyen tudok, tehát látjuk, hogy a változásnak a mozgatórugója azok az algoritmusok és az informatika mellett. Tehát, hogy beadom minden vállalkozat az informatika mellett a matematika is. Egy másik ilyen, itt csak számot érdemes megnézni a 250 milliárd dollár, aminek kétharmad része, ezeknek a megrendésnek a része, az valamilyen matematikával kapcsolatos dolog. Nagyon nagy számok. Akkor még kiemel néhány céget, amit mindenki ismer, és azt mondja, hogy ezeknek az előre a piacon az rossz, hogy nagyon erősen alkalmazzák a matematikát. És végül azt mondja, hogy ez egy olyan jövő cikk, érdemes megnézni, itt van, ahogy hívják a helye. Azt mondja végül, hogy minden cégnek valamilyen módon a matematikának működnie kell, ez a jövő, az ő felfogása szerint, ami megváltoztatja a cégnek a működését, az irányítását, a szervezeti fölépítését. Én azt szoktam ezt úgy fordítani magamnak magyarra, hogy minden cégnél szokott lenni a cégnek jogásza, vagy közgazdásza, és úgy tűnik, hogy lesz matematikusa is minden cégnek, hogy élik, hogy legyen. Persze egy olyan jogász, aki a
aki nem tudom, alkotmányjogász, vagy római jogot tagja egyetemen, az nem ugyanazt csinálja, mint egy céges jogász. Ugye egy matematikusból is, aki kutatja a matematikát, az kicsit másképp fog nyilván dolgozni, mint egy cégnél levő matematikus, de akkor is annak matematikát kell tudnia, ami óriási felvevő piacot jelent a jövőre nézve. Tehát érdemes ezt a cikket megnézni a Fortune 2001. január. Na most ezeket csak azért hoztam ide, hogy a matematikát sokan úgy nézik, hogy hát vannak azok a megszokott matematikai elemek, amit az iskában tanítanak, mert az egyetemen is van azért bizonyos alapfokú tananyag, amit tanítunk, analízis, meg algebrát, meg geometriát. Utána azért nagyon sok minden van. És erre még visszatérek, hogy hogyan jutunk el idáig. Tehát akár az egyetemen ez meg egy nagyobb kérdés, hogyan jutunk el idáig, hogy mondjuk egy matematika találati most végez, az halljon arra, hogy adományászat, halljon arra, hogy kriptográfia, tehát hogy ilyesmikről ők hallhasson. Mert természetesen meg kell tanulni a politikusság definíciót, meg mi a csoport, meg normálosztó, meg sok mindent meg kell tanulnia, de valahol, ha ő ezekről nem is hallott, azt a sok pénzt, azt nem a folytonosság definíciót fogják osztani, hanem valami másra. Tehát hogy valahogy azok, ennek is tovább kéne menni a tanárok felé, és a tanároknak kéne, amiért én nagyon ügynökké viselkedni ebben az ügyben, továbbadni ezt a gyerekek és a szülők felé is, hogy aki matematikát tanul, az még pénzt is tud keresni, sőt. Mert most ezt szokták megkérdezni. A munkalehetőségekről néhányat felvillantok csak itt egy beszélgetés meginduljon. Ugye a tanár mondja mindenki első, hogy a matekot lehet. Most ezt sokszor ilyen negatívként, vagy önök lehet, hogy ezt meg is érjük a bőrükön, negatívként egy tanár, de azért sok pozitív van egy tanárban. Ezt gondolom mindenki fogja sorolni, amiről még mindig tanít és a pályában. És ez szerintem érdemes, én legalábbis mondani szoktam. Tehát egy céges állással szemben egy biztonság nagyon sokat jelent, és azt, hogy most egyre több állás lesz, annak köszönhetően, hogy mi kevés tanárszakot képezünk az egyetemen. Tehát itt azért tanári tudattal számoznak, az fix, legalábbis reméljük, hogy nem akarják beszüntetni a magyar tanítás teljesen, vagy csak részlegesen sem. Egyetemi oktató kutató, ezt az emberek valamennyire elképzelik, beszélnek úgy, ahogy az valójában van, pénzügyi cégeknél dolgoznak, telekommunikáció, biztosító, ez a két konkrét cég, ez ugye azért, mert akik mondjuk az ELT-n végeztek és tudjuk, hogy ott dolgoznak, vagy az iparban, csináltuk azon a klasszikán, ahol én vagyok, egy picit elmérés, összesen 40 emberrel, amiben 25-en válaszoltak vissza, hogy hol dolgozik az a néhány ember, aki analízises témában itt szakdolgozatot és diplomázott. Az elmúlt, ezt 2014-ben csináltuk, tehát körülbelül 10 évre visszamenőleg, hol dolgoznak, mi csinálnak, mennyit keresnek, és nagyon szépen visszaválaszoltak a volt hallgatói, ezt más egyetemek nagyobbat csinálják. Tehát az egyetem maga csinálja, és több száz, több ezer visszajelzés lenne. Mégis ez valamit mutat, hogy milyen irányokban dolgoznak. Ennyien, hogy legyen ilyen keresettel. Persze, hogy most ezt nem mondottuk szépen, hogy irányira dolgozik, az is meg lehet mutatni, hogy nem mindenki kezdőként keresi ezt az összeget. De végül is látható, hogy sok szektorban, és mondjuk azt mondanám, hogy a végzős mesterszakosoknak majdnem a 9/10 része már állása ajánlattal a kezében végez, vagy diplomázik. És persze nem úgy, hogy ő PhD-zni akar, hanem tehát az egyetemen maradni, hanem máshol. Tehát nagyon, nagyon hamar, tipikusan hamar kapnak állásajánlatot. Ezek, akiket fölmérésben mi megkérdeztünk, ők megmondták, hogy közelebbről mivel foglalkoznak, itt van egy pár ilyen név. Hát látjuk, hogy ez nem a folytonosság definíció, de mégis matematikához kötődik mindegyik. Tehát ezek mind matek szakos hallgatók, és ilyesmi helyeken. Szoftver, minőségbiztosítás, képfeldolgozás, adatbázis kezelés, ez nagyon fontos mostanában nekik, pénzügyi modellek, forecasting, benchmarking, akármit is jelentsen ez, valami... Megmondjuk, hogy milyen részvényt kell megvenni, mindegy. Igen. Adóelemzés. Oktatásban is dolgoznak, tehát nem is olyan kevesen, ahogy láttuk, azért... Na most
egy pár kérdést hoztam, mert szeretném, hogy beszélgessünk erről. Igazából mondom, mik a kérdéseim. Tehát ez az alapkérdés, hogy érdemes-e matematikát tanulni, és mit mondunk egy diáknak, meg én szerintem a szüleinek is. Tehát amennyire én látom a saját gyerekeim korosztályában, akik már érettségiztek, és a szülőkkel találkozom, akkor megkérdezik, hogy és mire jó ez, hogyha ő matematikát tanul. Tehát én azt látom, hogy majdnem, hogy a szülőt fontosabb meggyőzni, mint a gyereket arról, hogy ez egy értelmes dolog, mert a szülő az, aki esetleg eltéríti ettől, mert a gyerek még egy kicsit ártatlanul érdeklődne a matek iránt ilyen kis egyszerűen, hogy milyen szép a matematika. Tehát hogyan tudnánk továbbadni azt, hogy mivel foglalkoznak ma a matematikusok? Vagy mérnök ismerősöm volt, aki azt mondta, hogy van még olyan matek dolog, amit nem találtak föl, és mondok, hogy a nagy része még ilyen. Tehát a kicsit találtak föl, persze ez azt jelenti, hogy őt az iskolában és az egyetemen úgy becsapták, de azt mondták, hogy jöttek a tételek, a definíciók és kész. Le van zárva, ezt így ki van találva, megcsináltuk. És nem mondták neki, hogy itt van még 80 ezer kérdés, csak azt nem merjük megmondani, mert azt mind nem tudjuk. Tehát ő egy lezártnak gondolja az egészet. És ezt gondolom nagyon sokan így látják. Hogy hogyan épül, hogyan adjuk ezt tovább? Tehát nem ezt akarom, hogy ezt válaszoljuk meg, hanem mit mondanánk mi erre? Tehát egyáltalán mi magunk hogyan tudnánk erről tájékozódni, hogy hogyan épül be az új matematika mindennapokba. Most van néhány népszerű, én szoktam nézni a Marc de Satoynak, az oxfordi matematikusnak a Spektrumon szokott lenni egy ilyen műsora, ahol hozza szépen még az új matematikát is, de ő is persze elkezdi Euklidésztől mindig, de hoz egy csomó újat is, hogy hogyan épül ez be. Tehát egy párat lehetne érdekesen elmondani a Google-től kezdve, vagy nem tudom. Ez a kérdés nagyon feszít engem. Az előbb mondtam a folytonosság definíciót, azért ezt, mert én is azt tanítom, tehát ezt merem támadni abból az irányból, hogy egyrészt ezt alaposan meg kell tanítsuk, hogy mi az, hogy folytonos függvény, vagy mi az, hogy normálosztó. Viszont a diákok azok szélesen néznek, tehát horizontálisan néznek. Ebben a Facebookos életben itt nem lehet elmerülni egy témában. Látjuk, hogy a kömalt milyen nehezen lehet a gyerekekkel megoldatni, mert most, hogy belemerüljön egy matek példába órákon keresztül, amikor közben az ilyen irányban végtelenül távol el lehet nyúlni, a Facebookon egész messzire megnézi, hogy a barátja, nem tudom, föltette egy ilyen képet, és akkor azt már tudnia kell, hogyha valaki ennyire horizontális, akkor egy pici mélységbe lemenni az iszonyatos befektetés neki. Tehát azt ő minek vállalja be? És ezt én nem is tudom, hogy ezt hogy lehet feloldani. Tehát ez nagyon erős kérdés bennem, és nagyon szeretném, hogy erről beszélgessünk. Tudunk olyan, hogy akik a kutatásnak, vagy az innováció évvonalában dolgoznak. Nekem nemrég mondták, hogy van egy James Simons nevű matematikus, aki persze már nem matematikus, hanem egy nagyon gazdag ember. Megnéztem most reggel, hogy el tudjam mondani, 18 milliárd dollárra. Ez a kettő nem egy elmondás egymásnak. 18 milliárd dollár a vagyona a Wikipédia szerint, és ő nagyon komoly algebrai geometriát csinált New Yorkban, és a 80-as években ment át a Wall Streetre inkább. És az ő cége az nagyon sok matematikust, fizikust alkalmaz. Tehát érdemes lenne az érintőben írni róla egy kis ismertetést. Remek dolgok vannak, azt is írja a Wikipédia, vagy a Daily Telegraph írta róla, hogy a legjobb pénzember a világon. Tehát aki a legjobban tud pénz, money maker, tehát legjobban tud pénzt csinálni. Tehát sok érdekes dolog van, és ő algebrai geometriával kezdte, ami rosszabb, mint a folytonosság, hogy így mondjam. Tehát. És ami engem nagyon motivál, a matematika társadalmi elismertsége. Ez az utolsó, amit most mondok, és én úgy látom, hogy ez közös érdek mindannyiunknak. Tehát matematika tanárok, egyetemen dolgozó emberek, azon akadunk meg, hogy folyton bizonygatnunk kell a társadalom felé, hogy az a pénz, amit kifizetnek nekem fizetésként, az nem kidobott pénz. Mert végül is sokan azt gondolják, hogy van itt néhány ember, aki ezzel szórakozik, hogy ő matematikát csinál. Hát jó, finanszírozzuk a bélyeggyűjtőket is, meg a matekosokat is finanszírozzuk, de azért nem nagyon, mert végül is minek. És amíg ez nem közismert, tehát amikor a Daily Telegraph ír arról a James Simonsról, akkor az bemegy a köztudatba, hogy jé, ez egy híres matematikus, és sok pénzt keres. Tehát ez így össze lesz kötődve.
vagy a Google, vagy az Amazon. Tehát, hogy az emberek fejében ez a két dolog, ez nem szeparált, hogy van néhány ilyen elborult matekos ember, aki szeret háromszöget szerkeszteni, meg a folytonosság definíciót, és persze van az igazi élet, ahol működik. És ezt valahol nekünk kéne, hogy összekössük, én azt érzem, mert ha mi nem kötjük össze, a politikusok nem fognak erre rámozdulni, hogy tényleg milyen jó a matek, adjunk erre több pénzt. Tehát valahol nekünk ez a társadalom felé való kimozdulásunk, ez kulcsfontosságú, és ez megint egy nagy kérdőjel nekem, hogy hogyan tudunk mi arra felé menni, vagy mit kéne lépni, vagy hogy lehet ezt elérni. És akkor itt abba is hagyom, és azt szeretném, hogy erre úgy, akinek van valami, ami megmozdult benne, az mondja el, és akkor utána egy kis beszélgetés el tudna erről indulni. Akár csak az, hogy nem tudom, hogy de jó lenne, ha ez megtörténne, vagy nem bármilyen, vagy akár ellenkező vélemény. Nyugodtan. Igen? Nincs. Volt a tanári állás kapcsán a biztonsághoz szó. Tehát ugye én utóbbi három évben részt vettem egy alkalmasságvizsgáztatáson, ennek az a lényege, hogy a tanászakra jelentkező középiskolás diáknak egy negyedórás 20 perces alkalmassági beszélgetése megkérdező bizottság, mint a alkalmas tanára, hát kérdés csak ilyen szimbolikus szóbeli vizsga. Na most ott rá szoktunk kérdezni arra, hogy tulajdonképpen jelölte meg a tanári pályát, hogy ő helyre jelentkeztek a középiskolás diák, és hát ő a másik az, hogy eltökélte abban, hogy tanár legyen. És nekem az a tapasztalatom, hogy 2013-tól a hozzáállásuk a diákoknak nem javult a tanári pályához. Ugyanis ugye az igaz, hogy a fizetéseket jövedelmek azok jelentősen emelkedtek az utóbbi pár évben, de a középiskolás diákok is látják azt, hogy milyen adminisztrációs terhet nevelik a tanárokra, és ez sokakat előzontatja. Tehát ő az utolsó pillanatban is sarkozhat azzal, hogy melyiket jelölje meg első helyen, melyik felvételi helyet. És emiatt én úgy látom, hogy elég sokan megjelölik a tanári pályát, de nem első helyen, hanem ilyen biztonsági tartalékén. És valami az volt a benyomás, hogy a diákok számára is az ülár, hogy azért az a biztonság, amit te említettél, és ami látszólag létezik, az valahogy a diákok szemében is nem annyira fix, tehát megkérdőjelezhető, hogy tényleg mennyire biztonságos a tanári pálya, és hogy ők is úgy látják, hogy a tanáraik, azok tehát bizonyítaniuk kell a különféle hivatalok felé azt, hogy ő érdemleges munkát végez, tehát hogy túl sok az adminisztrációs teher a tanárokon, és nem igazán arra koncentrál már, hogy fogja megtartani az óráit, hogy így az egyszerűen a matematikát mondjuk a diákokkal, hanem hogy el kell tudnia adni a magát, dokumentálnia kell magát, hogy milyen sokrétű tevékenységet végez. Tehát nekem ez a tanításom, hogy a tanári pálya iránti lelkesedés az 2013 óta gyakori indult meg újból az osztatlan tanárképzés, amikor kétszakos képviseletet jelentkezni, az csökkent az elemzés. Tehát nincs Köszönöm. Például a infokarami gépenérkesség programunk épp valósult meg a kooperatív képzés, ami azóta is egy önálló képzési modul. Na most pár gondolatot fölírtam, és nem akarok nagyon hosszan beszélni. Először is nagyon örülünk a nagyon jó ez a cím is, megjelenésének harmadik számot jelent meg ugye a napokban is.
többen olvasnak Simon Péter tanárnak a kitérít a matematika, illetve érdemes a matematikát tanult nagyon örülök cikkei időszerűen által közhiedelemben elterjedt téves nézeteket lenne baj korrigálni. Most hát kicsenyt ezekből a cikkekből az, hogy az első mondatom az lenne, de a matematika mellett, hogy egy önálló nagyon szép számlátudomány, de alkalmazott tudomány is, a számos ponton érintkezik már egy disziplinát, meg a valóságban. Tudnám sorolni különösen átgondolás nélkül azokat a kérdéseket, amelyek a középiskolás korosztályban a környezetemből eljutottak hozzám. A lányomok a kettő, mint a édesokszor is, akkor miért lesz szerint, hogy miért a tetvez, milyen a felvételi rendszer algoritmusa, sorakban vagy hiperból az Erzsébet hívnak a sorban. Szóval nem lehetett mondani. Na most az is úgy van, ahogy írott, hogy a tudomány gazdaság és társadalom felének a matematika jelentősége egyre erősödik. Csak itt annyi problémát látok, hogy halljuk be, hogy én legalábbis azt mondom, hogy csendben, hogy Magyarországon nem nagyon van ipar. Hogyha több lenne az ipar, mint például Tom Gévi testvéreken, Krenfield repülőgépvel mellett épül, és rengeteg fegyelmetnek vannak a szimuláció feladatok. Na, itt ez mindig nincs ez a probléma. Egy kicsit ez árnyalja ezt. Na most én azt kommunikálnám gyerekeknek, a tanulóknak, szülőknek, hogy mindenki próbáljon tanuljával az ő, amely az ő identitása viszi, orvos, bölcsész, tanár, bármi. És most speciálisan, aki a matematikát nagyon szereti, az ezt ne tegye félre, mert azért látok, hogy nem tudom, hogy inkább menjen megélhetését. Többé a informatika szakra, vagy közgáz szakra, sőt, azt mondom, hogy jöjjön matematika szakra. Nyugodtan. És hát a mattanár az egy külön tisztelet nem érdő kategóriá, azért most nem szeretnék hozzászólni, inkább az alkalmat legyen a szemem előtt. Matematika egy olyan időtálló értéket ad a képzés során, ami teherbíró és fogalmas, és bármikor rá lehet építeni önismereteket a jelentkező úgymondják, hogy kihívások során. Sokszor kell, többször kell ma már paradigmát váltani, mert ilyen a korunk is, meg közeledünk a 70 éves aktív korhatár felé. Most egy olyan általános gondolkodás, hogy rendszer szemlélet, egy olyan szellemi kultúra, ami soha nem fog válságba sorolni egy ember élet során, meg soha nem fogja egy eszközt, egy eszköz abszolút 15 értéket. Tehát csak szeretek egy kicsit elfogult, én egy klasszikus matematikai képzésnek nagyon jó, és erre egy szerényre sokszínű pályát fel tudtok építeni. Hát alkalmatos hallgatók azért egyre több informatikát tanulnak itt a matintézetben. Föl tudnám sorolni, melyek ezek a tárgyak. Tanulnak programozási alapismereteket, most fogjuk a másik közlek működésen. Ez mindenképpen a programozást, egy magas szintű programozás kurzust is venni. Tanulnak választható, de azért legtöbben felveszi C++, Java,
jó lenne majd az adatbázis egyet is. Tehát konkrét program van arra, hogy mi lenne az a túlélő készleti gyarmatosnak, amivel tökéletes a pályán. Na most szokták mondani, hogy egy alkotos hallgató, hogy én oda megyek egy állásinterjúra, ott van mellettem egy informatikus, aki azt mondja, hogy ezt a technológiát én ismerem, és hogy fogják választani. Én de megkérdezem, hogy mi az az állás, ami a matematikus úr, az informatikussal szeretne versenyezni. Nem menjen oda. Az tudok egy példát, az mondjuk egy webből keresik, egy elkereskedelmi lemezportálokat gyártó cég. Hát az egy alacsonyabb szintű, hát nem kell mondani. Azt lehet mondani, hogy úgy láttam, hogy a teljesen igaz az, amit mondtál, hogy a cégek színvonalát jelzik, hogy mennyi matematika van a munkájúban, és kellene, és van a matematikus. Ott van a jogászok, mert 100 fő közelébe kötelezően HR-esek, meg ilyen dolgok, ilyenek. Szóval én azt mondanám, hogy hát én egész egyszerűen azt mondanám, hogy aki igazán szereti a matematikát, az jöjjön a jöjjön az elkemmatik kézetben a matematikát tanulni. Egyáltalán nem vagyok elfogyó az ott néha kicsit túl is van a hajtó szintén. Pár hallgató maradt a látókörömben, de 20-at felmértél, ezek ilyen spontán följegyzések. Lufthansa-ban van egy alkalmas hallgató, aki a személyzetbeosztását, tehát nagyon komolyan és feladatot végez, abban működik közben, ez a Manpower Planning, vagy Kruzuki. Akkor van két feladatozó, konkrétan már egyszerűen ismeri munkakörbe, alkalmas jó tanítványunk, kávézéket, felvételek elemzését, végző alkalmas. Osztályozás, statisztikai alapban, modális táblázatok, klaszterezés, szegmentálás, tehát ilyen kérdéseket. Banki projekten dolgoznak, úgyhogy dolgozik például egy ismerősöm alkalmas, úgyhogy lényegében ő az, aki például nem azt mondom, hogy napra kész a tőzsdei pénzmozgásokkal, de meg tudja érteni, hogy talán most helyzetben tud válaszolni, ki tud egy hibát nyomozni, meg tud magyarázni egy külső működést, tehát ilyen a jelenléket képvisel. Igen. Nem mutatta, hogy milyen pályákon használják a matematikát, és melyik az ilyen népszerű pályák. Mivel közúcsokat használják, hogy ők a 12-ben jelentkeznek a diákok, akkor én mondom, hogy négyük olyan, ahol jelentkeznek, de a jónak a kultikus tanítványon. Közgazdászok szeretnének lenni, elektromérnökök szeretnének lenni, építészek szeretnének lenni, és informatikusok szeretnének lenni. Nyilván ebben benne van két dolog. Egyrészt a világban nagyon benne van az, hogy valakinek pénzt kell keresni, és úgy jól kell élnie. Ez az egyik dolog, ami benne van, de mindenkiben azért benne van valamiféle olyan dolog is, ami a fiatalban azért benne van, hogy valami érdekes, és mi szépet szeretnének csinálni. És ami most nyilván a tanári pályai felé is szeretnék irányítani a tanítványokat, minden jól tudjuk, hogy nagyon sok jó matematikus tanítványunk volt, akik közül nagyon keveset tudunk ma tanári pályán, és nyilvánvalóan az értelem csak matematikus szakánál ugyanúgy kellene tudnunk valamiféle csábítást tenni azért, hogy ezeket a pályákat válasszák a diákok, és valahol azt kell tudnunk elhitetni ebben a világban, hogy nem minden az, hogy mi az, amit megfizet, mert azt hiszem, hogy nagyon sok olyan tanítvány, aki elmegy közgazdásznak, építésznek, és nem tudom még minek, amelyik azt mondja, hogy jól fizet, van bizonyos, nem tudom körbeírni, de van olyan, aki szerintem ezen nem fel
30-40 éven keresztül boldogabbnak érezni magát, vagy kényesebbnek érezni magát, hogyha esetleg például az által matematikus szakkán, vagy ilyen jellegyre, ilyen módon foglalkozó típus emberekkel, tudom, hogy ebben a világban nagyon nehéz megértetni ezt, de valahol ne tudja le talán ezt is képviselni egy kicsit. Azt is úgy is lehetne, én ezt nagyon rezonálok erre, hogy mondjuk a Bolyai Társaság, vagy az ELTE miben tudna segíteni egy tanárnak abban, hogy ez üzenet átmenjen. Tehát, mert nekem a csatorna hiányzik, én ezt én tudom, hogy ez így van, de ezt csak én tudom, és esetleg elmondom egy pár embernek, fölrakom a honlapomra, meg nem tudom, de végül is mi lenne az, ami hasznos lenne a középiskolában, ahol megmutatni, hogy a karrier lehetőségek, mert nyilvánvaló az építész, meg a villamosmérnök, az sokkal kézzelfoghatóbb, hogy mit fog csinálni. Míg ha valaki matekot tanult, akkor most például elmondhatjuk azt, hogy Google-ből oldalt följönnek ezek a izéik, ajánl nekem valami árukat, ezt egy matekos találja ki, hogy ezt milyen algoritmussal kell csinálni. De ezt hogyan, tehát hogy mit mondjunk erről, vagy hogyan? Szerintem érdekes sztorikat elmondtál. Én például mostanában szoktam mesélni, én két fél évvel beszéltem egy barátom, aki matematikus 7 évtizedet között, Google-nél dolgozik, útvonalat tervez. És ezt mindenki lehetne képzelni, van egy sűrűzött ráforrásunk, van a legnagyobb utat, és akkor a sűrű az micsoda, az valami olyasmi, hogy vagy az idő, vagy a benzin, vagy a távolság. Ez az égségek. És keresünk ebben a bűnökből. És hogy például ők azt csinálják most, hogy nem ezzel súlyoznak, hanem boldogsággal. Ami eleve egy hír hangzik, mi az, hogy boldogsággal súlyozunk, az az alapkoncepció, hogy te eljutsz valahonnan valahonnan 35 perc alatt, úgyhogy 25 percig átáll a dugóban, ahhoz képest sokkal 40 perc alatt jutsz el, úgyhogy nem állt egy pillanat is van a dugóban. És hogy ezt hogy lehet mérni, mi a metrikai, és hogy lehet erre valamit csinálni. És ezt a Google-nél matematikus dinájt emberek csinálják. És ezt egy fél éve alatt, hogy az, hogy egy-két emelésen. És lehet, hogy mi néznek, hogy hoppá. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy csak életszerű dolog. Akkor ami nekem teljesen triviális, és nagyon meglepődtem, hogy egyébként fogalmas is arról, hogy amikor a Gmail-be bejött valaki, akkor a Google nem tudja az, hogy lesz. Ezt a gyerekek nem tudják. Ők azt hiszik, hogy hogy ne tudnának, hogy tudná ellenőrizni, ha egyszer nem tudja. És ezt az egyszerű dolgot, ami gondolom mindannyiunknak érjük, hogy ezt el lehet neki mesélni, hogy hoppá, ez egy olyan dolog, amiben még van valami matematika, és akkor ez egy érdekes információ számára, hogy a Google nem tudja a jelszavainkat, anélkül tud meggyőződni arról, hogy ilyen szó tudja tudni. Tehát szerintem én most a második kérdésre mondom ezt, vagy hát most azt, hogy ez egy új matematikai felfedezés, hát most nyilván az, hogy elessen, hogy egy ezt minket az emberekben nevezhet, hogy új matematikai felfedezés, hogy nem tudom, hogy értünk az újon. De szóval szerintem az a mód, hogy erről olykor-olykor mesélni kell, és ilyen élő sztorikat kell mondani, és ebben szerintem lehet segíteni, mert ilyenek nem biztos, hogy mindenki szembe jönnek ilyenek olyan mértékben, ami izgalmasá teszi a dolgot. Tehát ez egy út, de szerintem most például vannak ilyenek az életünk. Igen, az így. Ránéztem a jégkorom csak az összeállításban, hogy kell ahol bányászni, azt szerintem egy izgalmas dolog. Nagyon szeretné, hogy az érintő fórum legyen erre, tehát bárkinek vannak ilyen sztoriai, az érintő nagyon szívesen fogadja ezt. Tehát minél rövidebb, mert azt a fiatalok általában azt mondják, hogy 2 perc után feladják, sőt, tehát, hogy inkább 38 másodperc után feladják, tehát nagyon rövidnek kell lenni ahhoz, hogy elolvassa egy fiatal is, de viszont gyorsan átjöjjön valami üzenet. Amit azért még megnéznek a gyerekek, legalábbis nem tudom, én a Szent István tanítok, ott azért megnéznek a gyerekek olyan, hogy egy TED típusú, tehát egy 15 perc, 10 és 20 között, ha az igazán érdekes, és tényleg úgy van megcsinálva, hogy ez az ember általában csak kiállnak, és 15 percig úgy beszélnek, hogy így leesik az ember állal nagyjából, mert ez van egy jelentős részük ilyen. És ilyet tudunk matematikát csinálni, szerintem az nagyon sokat tudni nézni. Én már csomót gondolkoztam, de nem gondolom, hogy én vagyok a legkitelesebb ember, de szóval, hogy igazán értelmi bizonyos dolgokhoz, azok nagyon jól összeraktatnának ilyeneket, és azért ilyet megnéznek, pláne hogyha egy tanára járja, meg szóval be lehet elégeríteni őket. Nem csak azért a 2 perc az egy kicsit erősebb. Az erős, jó, igen. Egy ez jó másik dolgok nem néznek meg valószínűleg, de 15 perceset lehet, hogy megnéznek. Az még a szület is lehet. Kérlek, szóval ez a műfaj, tehát azt komolyan gondolom, hogy az a műfaj az egy olyan keret, amivel el kéne gondolkozni, hogy lehet valami. De hát ott jön az a harmadik kérdés, hogy oké, de hogy az valamilyen mélységet, 15 percben nem tudsz mélységet adni, de
Az egy másik irány. A hasonló szerintem ahhoz, hogy ez célba szeretném. Szóval ez is. Mind a kettő egyszerre is. Parancsolj. Szegélyen tanítók, már most használt belőle a volt tanítványunk, akik már 5 évesekben végeztek, azok jönnek vissza, és aztán tudjuk jogán, hogy idősöknek beszélnek, és legutóbb ott egy matematikus volt, aki a Műszaki Egyetemen nézett neki, és tartott egy egész órás tájékoztatót azoknak, akik érdekel a Műszaki Egyetemen, hogy matematika, utána meg tartott a faktárokra egy előadást, és olyan jó humorra, annyira jó előadó volt, hogy aki kevésbé érdeklődik, hanem egy lámpad is érezte a megoldását. Tehát ezt tényleg egy lámpad tudott, vagy akár bírakot észre róla, vagy a szerintem az belegúzva, hogy nincs a tanítvány, nincs egyik esetben, aki szerintem, aki így érdekel, hogy azt utána megtalálja, hogy megnézze, hogy elkezd idegesíteni, hogy is van ezt mondod, két mondatot, nyilván valami van át, de nem is elkezd megnézni. Szerintem ez a jó, hogyha nem valaki mondta, hogy ezt olvasd el, hanem valamit adnak a kezedbe, ami elkezd motoszkálni az agyadba, hogy ezen jönnek, nézzük meg, hogy jönnek jön át. És megtalálják, szóval azért szerintem az az intelligencia alapul, hogy valami okos eszembe, azt megtalálja. És esetleg ebbe kérnék is megerősítést, hogy a gyerekek azok úgy vannak, hogy tényleg, tehát hogy elkezdik keresni, tehát hogy őket érdekli, akkor utána mennek, és nem az van, hogy mindenütt felszínesen, vagy mennyire mennek bele most ha egy ilyet megvan, akkor mennyire kezdik el nézni, ez érdekelne. A nőiskolafüggő és gyerekfüggő, tehát azért mondjuk én egy szakgimnáziumból jövök, közgazdasági és gyerek. Mondjuk, hogy elég jó, elég motivált gyerekek vannak, de azért nyilván nem összehasonlítható egy verseny is, vagy egy fazekasban járó diáknak a motivációjában, ahol egymással versenyeznek a gyerekek. Hát ott nem az az érdekes, hogy ki csinálja meg először a példát, hanem ki csinálja meg többféleképpen a példát, vagy szebben, mivel őrülünk annak, hogyha megcsinálja. Tehát itt tényleg nagyon fontos az, hogy olyan legyen, ami kézzel fogható, ami megmozgatja. Mai napig emlékszem arra, amikor a év kapcsán még eltérni ödönben néztük azt, hogy miért adnak el több jegyet, mennyivel több jegyet lehet eladni egy járatra, 99,99%-os biztonsággal elegettük terhelve a gép, és hogy ez hány millió milliárd forintot jelentett egy légitársaságnak évente. De mondjuk ez is egy olyan dolog, ami úgy megmozgatja az embernek a fantáziáját, hogy hú, ez egy használható, pénzre váltható tudás, amit mondjuk így ilyen módon matematikai tudásnak köszönhető. Én bennem régóta motoszkál egy ilyenfajta ilyen adott bázis, ahol egy csomó ilyen történet, vagy ilyen, mint egy óravázlat, de lenne rövidebb, tehát egy ilyen 15 vagy 20 perces valami le van írva, amit elő lehet adni, és akkor az ember tud sok ilyet találni. Tehát, hogyha valakinek ilyenje van, akkor ezt tudja összerakni, és különböző témakörökből. Mert a nagyon... Érdekes matematikai... Igen, amikor valahogy kézzelfoghatóvá lesz, mint ez a Molivos sztori, vagy egy ilyen Google-ös. Igen, akár. Tehát én nagyon szívesen ezt a bolyaiba valahogy gyűjteném, csak még magam sem látom, hogy mi az, ami egy gyereknek átadható, és talán ez előtti lépés a tanároknak átadni ezt. Tehát, hogy a tanárok tudják azt, hogy vannak ilyenek, mert még először neki is lehet, hogy meg kell néznie, és ez az, ami egy kicsit az egyetem felé egy kritika, hogy a tanárképzésben ez hogy jelenik meg. Tehát, hogyha ő úgy megy kéne, hogy nem is hallotta ezt soha, akkor most utána kicsit nehéz, hogy... Én azt látom, hogy a történelmet, de a történelmet tanárok rengeteget használják ennek az Azza TV-nek az ilyen 5-10 perces anyagait. Tehát ott van egy elég nagy adatbázis, ami mondjuk a történelmi tantervet van mellettei. És akkor azt ők az órán tudják. És is érdekes, és ott is azt mondja, hogy nem mennek bele abba a mélységbe, viszont érdekes összefüggések bemutat rá. Most itt a matekben is lehetne azt, hogy igen, tehát nem az a lényeg, hogy most akkor egy ilyen 15 percben akkor a
tudom én, a másodfokú megújtó képletekhez vezetni, hanem inkább a szépségét megmutatni neki. Tehát lehetne egy ilyen videótár. Hát van most egy ilyen EFO pályázat, ami végül is ezt a matematika, természettudományok, informatika dolgot akarja megerősíteni azzal, hogy mert ugye hiány van mérnökökből, informatikusokból társadalmi szinten, és hát nyilván az iskolában ez a matek meg az info, ahol ezt lehet mozgatni, és hogy ilyesmi programok kerüljenek elő. Tehát ebben lehet, hogy a Bolyai próbált kicsit mozogni, csak még nem olyan nagy sikerrel a pályázaton, de mert emögé lehetne pénzt is tenni, hogy ilyen tananyagok kifejlődjenek, és akkor azokat el lehet érni, azt mindenki használhatja. Én csak kérdezni szeretném, hogy a előzővel elindulás, hogy mennyire jellemző matematika alapszakokán mennek mesterképzésre, vagy mennek máshol, más specializációt terén, amit most kérdezik? Hát valami fajta mozgás van. Tehát ugye egy ilyen eléggé bevett csatorna az, hogy akiben van közgazdasági érdeklődés, az a biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakra. Valamelyikor közös szakja, és egyik évben a közgázban lehet jelentkezni, a másik évben az ESP-ben. Tehát valahogy ez egy szentitál, de az olyan, hogy aki matematikus szak után megy, vagy matematika alapszak után megy be, az több közgáz, aki meg közgázról jön, mert körülbelül egyforma arányban vannak ilyen hallgatók, ő meg több matekot kap. És tényleg az van, hogy olyan emberek, akiket én jól ismerek, és a gyerekük járt ide, Morgan Stanley, meg hasonló jellegű cége, lábon elviszik ezeket a hallgatókat. Tehát az tényleg egy abszolút igen. Siker. Akkor valamekkora váltás van informatikai irányban. Ennek egy része az amiatt van, hogy azért vannak olyan hallgatók, akik jók, meg szeretik a matekot, de egyszerűen túltelítődnek a házon év alatt a matekkal. De ez nem olyan horribilis szám, talán Fekete tanár úr tud erről valamiket mondani. Én nem, de 2-3 hallgató van, aki az programtervező informatikus MSC információs rendszerek szakjainak fő jelentkezik. Hát az ilyen adatbázis között. Ez sima az is egyébként minden a matematika alapszakról, ez sima? Vagy kell valami plusz tantárgyakat teljesíteni? Van egy kreditált világítás, de annak általában az a végeredménye, hogy 0 vagy 5 kredit. Tehát nem az, hogy 30, amit becsinálni. Mondzó az, hogy ők innen mennek oda, ott az okuttal megjelenik az okult, sajnos a BSC-n látunk már nincs. Ez a tisztában vannak felszámlásnak, nem probléma neki. És érdekes adatbányász szakmai problémát. Tehát itt inkább azt lehet mondani, hogy a alkalmazott matematikus szakirányon, meg az elemző szakirányon, ha valaki ezt tudatosan csinálja, és úgy érzi, hogy ő elmenne informatikai irányba, akkor tud fölvenni viszonylag sok tárgyakat, amit Fekete tanár úr ilyen túlélőkészlet megnevezte. Tehát nem annyi, mint egy informatikus, de az, hogyha ő ambicionálja, akkor tanuljon adatbányászatot is, adatbázisokat is, C++-t is, Java-t is, ez belefér a kredit tartományába. És nyilván lehet megnézni azokat a gyerekeket, akik azt mondták, mint Eszter mondta, hogy hát ő inkább informatikusnak menjen oda biztosan, menjen inkább matematikus alapszakra és onnan. Mivel tudjuk őket meggyőzni? Szerintem azért itt lenne szerepe ennek a sok ilyen életpályamodell, vagy karrier mintának, tehát mi szeretnénk ilyen interjúkat is az érintőbe csinálni, hogy ha valaki matekon végzett, akkor mi mindent csinál, mert ezek azt mutatják, hogy végül is azért ő nem olyan szigorúan matekkal foglalkozik a munkahelyén, mint ahogy azt valaki gondolná. Igen.
És akkor, hogy sok, ha látna sok ilyet, meg a szülei is látnák, hogy mi mindent csinál az, aki matematika szakon végzett, akkor, akkor azt mondaná, hogy tulajdonképpen ő a matekot szereti, és akkor engedhetne a szívének, és azt mondani, hogy hát nyugodtan megyek oda, mert nem lesz semmi baj, mert én pénzt is fog tudni keresni. Nyilván az az, amit az ember nem tud. Az én időmben akkor ugye az rég volt, akkor a nagyobb cégeknél volt annyi, nem tudom én, extra, tartalék, igen. Tehát, hogy hát fölvették, azt mondták róla, hogy okos, majd megtanulja, amire nekünk szükségünk van. Ez sok esetben kevésbé működik, ugyanakkor én úgy érzem, hogyha valaki viszont mondjuk informatikai területen elmegy egy nagyon szűk irányba, és a baromi jó kódokat ír, nem tudom milyen nyelven, és azért nincs nagyon átlátása a dolgokról, akkor könnyen lehet, hogy 5 év múlva az a tudás az már semmit nem. Ha viszont matematikával ő ambicionálja, alkalmazott vénával rendelkezik, és ezekről mind-mind hallgat valamit, és megtanulja azt, hogy hoppá, nekem most nem tudom én a szoftver minőségbiztosítás érdekel, akkor arra megtanulja azt a módszert, hogy hogy lehet azt jól megtanulni önállóan, akkor képes lesz váltani. 5 év múlva, ha 5 év múlva valami, ebből már egyik sincs ott, de vannak olyan ilyen befejezések, amik azért valahogy matematikához közelének, akkor talán képesebb lesz arra, hogy pályát módosítson. De persze nem tudom, mert én nem módosítottam el a magyar. Azért általában a cégek azt szokták, akikkel találkozunk, azt mondják, hogy az erős, tehát itt van ez a mélység meg a szélesség. Tehát, hogyha valakinek egy erős alapja van, tehát az, hogy van egy matekos diplomája, BME vagy ELTE, az most igazán mindegy, akkor azt a cég szereti. Tehát ő, mert mi nagyon meggyőződjük a hallgatókat, tehát igen, igen nehéz dolgokat megtanítunk nekik, és azok elég okos hallgatók, aki ezt diplomával elvégezte, az mondja a cég, hogy hát nálunk a legokosabb ember leszel nagyjából. Most nem a Morgan-Stanley, ahol sok matekos van, de ahol két matekos van a cégnél, ott az nagyon okosnak számít. És azt ott biztos értékelik is, tehát legalábbis ahogy elhelyezkednek a hallgatóink. Másik oldalról meg azt látom, hogy tanítványaim, akik elmennek, elég sokat programoznak, úgy vissza-vissza jönnek a matekhoz, hogy beszéljünk is matekról. Tehát azért a szívük mélyén azt szeretik, hogy valami érdekes matek van, és nem csak az, hogy programozzuk le azt a dolgot, amit le kell programozni. Persze meg tudja csinálni, nagyon magas szinten és nagyon jól, de valahol azért neki ez egy belső igény. És az érintővel ezt is próbálnám megcélozni, hogy akik a matektól valahova elkerültek, azok úgy elolvassák ezt néhány havonta, és akkor ide érdekes, ez van a matematikában, tehát hogy az érdekli a szíve visszahúzza oda. És az egyébként a cégnek is jó, hogy neki van egy érdeklődése és egy nagyon stabil alapja, amit mondjuk az ELTE vagy a BME nem szeretne föladni. Mert az egy nagyon erős kísértés számunkra, hogy adjunk könnyen diplomát viszonylag kevés matekkal, mert tulajdonképpen egy vállalatnál nem kell az a sok minden, amit tanítunk. Valahol meg ők azt mondják, hogy ők azt értékelik, hogy egy nehéz dolgot tanult. Ugyanígy mondjuk egy villamosmérnök, vagy egy informatikus, vagy egy fizikus, tehát ahol egy komoly diploma van mögötte, mert ezt szoktuk hallani, hogy a bölcsészből átképezett szoftverfejlesztő, ez most egy ilyen szöveg, és ez működik is, nem? Tehát ezt állítólag csinálják, hogy bizonyos dolgokat meg lehet tanulni gyorsan, és akkor egy gyors talpalon tanul meg valaki ilyesmit. Tehát, hogy ennél azért más sem egy komoly diploma. Tehát ez, és ezt a szülők is már megérti. Most megvolgott még, ha mondjam, hogy 72-ben indult az informatikai képzés, tehát már vannak korosabb volt tanítványaink. Ez a kóroló gladiátor műfaj, ez legkésőbb 40 és 50 év között valamikor ez csődben. Tehát egyszerűen nem lehet már csinálni tovább, és akkor ott van egy elég nagy kríz is, egy válság az életében. Még egy szilárd alapokkal, Tamás is most labudó volt, a rendelkező matematikus, az ott tervező, szervező, vezető, vagy egyszerűen nem is fáradt ki újra. Nem fenyegeti őt ez a kríz is. Ezt nem hallottam
mondjuk, hogy kódoló gradiánt beszélünk. Tehát tényleg egy ilyen munkatárs. Beszélgetés itt lenne. Parancsolj. Én szerintem ott is meg kéne győzni a gyerekeket, hogy elvégezhető a matematikus szak. Már bocsánat, de ez a gyerekeinkben mindig fölmerül. Nagyon fontos, hogy egy magabarázssal vagy kivel lesz összezárva, mint matematikus, és akkor ő ott megállja el majd a helyét. És szerintem ez a félelem az, ami inkább választok egy másik szakot mellé, közgáz vagy bármi csinálok, de a matematikus az valami felé vár, és csak a köm az első tízének. Igen, nagyon köszönöm. Ezt akartam is mondani, hogy ezt nagyon szeretném, hogy közvetítsék az iskolákban, hogy itt 150 főt, vagy most már csak 130-ot fölveszünk, és azért most maga Balázs vagy akárki, tehát az 5 ember, tehát az nem a 130 ember. És nagyon, tehát jó matekosok vannak, de nem arról van szó, hogy a Kömmal első 10, vagy az OKTV első 5. Tehát őket is nagyon várjuk, egyébként nagyon küzdünk azért, hogy ide jöjjenek az ELTE-re, mert az sem olyan egyszerű, de külföldre mennek. De viszont van egy széles és erős spektrum, ami az egyetemnek egy másik problémája, hogy nekünk föl kell vennünk esetleg egy csomó olyat, aki nem való ide, ahelyett, hogy meggyőznék, akik ide valók, hogy jöjjenek. Hát nekünk is jó lenne. Nagyon sokat jelentem, amikor legalább visszajön a hirtelen ilyen sejtés. Nem is csak az előtt, hogy hát igen, csak hogy... Igen, mert a diák tudja azt mondani, hogy nézzétek meg, hogy én levizsgáztam, és valóban. Tehát én azt mondanám, hogy akinek emelt szintű érettségie van, és viszonylag, tehát ilyen 5-ös, 4-es, 5-ös, azt mi simán tudjuk képezni. Tehát mi sokkal gyengébbekkel is megpróbálkozunk, mert ugye de ez van. Tehát azt szeretnénk, hogy az emelt szintű ötösök jöjjenek, és az nem a matek OKTV első 10 helyezettje, hanem annál sokkal, sokkal tágabb. És mekkora esélyben jön a morzsolódás, mint a 150 főből? Hát ezt nem szabad elmondani, mert azt nagyon rosszul hangzik. Ez nem annyira afelé, hogy tényleg minden elvégezhető. Azért, mert nagyon rossz bejövetellel kezdjük el. Mert azt mondjuk, hogy tehát nem tudjuk idehívni azt, aki ide való, és ezért aki nem ide való, azt is behozzuk. Tehát őket nem kéne számítani. Tehát az lenne a jó statisztika, hogy akiről azt mondjuk mi, hogy el tud végezni, ezt az első év elején meg lehet mondani egyébként elég jó eséllyel. Igen, a felmérő dolgozatnál. Nagyon, ott van egy elég jó felmérő, és ott felmérjük, hogy hát igen, ez itt rettenetes lesz, és az is lesz. Tehát, hogy 4 vizsgából 4-en megbukott, mert ezt... De nem merjük, aztán maradnak szegények benne, és próbálják. Tehát, de nekik nem kéne jönniük, és megmondjuk mi, hogy ne jöjjenek, csak... De hát ezt nem akarjuk ilyen nyíltan így, hogy most akkor menjetek el innen. Hát, de tudjuk, hogy ki az, aki nem fog. Nem. Még egy dolog van ebben, tehát vannak olyan lemorzsolódási adataim, hogy azok, akik kirívóan alacsony pontszámmal kerültek le, az lényegében szinte hiába való volt az ő képzésük. De nem, mert életbe tartott minket, mert 2 évig itt voltak. Tehát ténylegesen ilyen a helyzet. Ezen valami az segítenek, hogyha drasztikusan nőne a normatíva. Hát arról annyi a friss hír, hogy 2018. szeptemberéig biztosan nem fog nőni a természettudományos normatíva. Bár akkor azért előre van vetítve egy... Csökkenés. Egy jelentős növekedés, de hát ez volt ez már tavalyra is előre vetítve. Azt nem tudja az ember. Igazából abban látszik a kiút, hogyha ide a jó diákok eljönnének. Vagy általában matematikára. Meg hát infóra is, meg mindenhova. Tehát az lenne a kiút, hogyha ők tudatosan választanák ezt, és nem kellene a politikai helyzet miatt föltölteni a szavukat olyanokkal, akiknek tudjuk, hogy nem érdemes ide járni. De járhatnak, mert miért ne járhatnának? És van azért, aki egyébként érdekes, ahogy érik a gyerek. Tehát hogy az egyetemen is nagyon sokat érik valaki. Néhány. Tehát ez van egészen meglepő fejlődés is, csak na mindig. Igen. Csak sajnos ugyanez, amivel az egyetem bűz, ugyanezre van középiskolai szinten, hogy ugyanannyi vagy kevesebb gyerek,
ugyanannyi gimnáziumi osztály, ugyanannyi, most már szakgimnázium, régen a szakvezetők mindegy, és ami régen volt, hogy el lehetett menni, el kellett menni 8 év után pár embernek dolgozni, az most nincsen meg tanköteles, és innentől kezdve bekerülnek olyan gyerekek gimnáziumba is, akik nem oda vannak. Ugyanez megvan itt is, hát csak nagyban, de azért ugyanaz. Hát most lehet egy ilyen kényszer, hogy tanítsunk lejjebbi szinten. Tehát a négyzetgyök A plusz B-t tanítjuk, hogy ez nem gyök A plusz gyök B, de hát ezt most minek csináljuk ezt? Tehát ezt csinálhatjuk, meg próbáljuk is, de hát elég szélmalomharc. És javult a MEN-szintű bevezetése óta a helyzet? Az még csak ja, egy éve van? Egy éve. Egy éve van, nem tudjuk igazán. És hát még egy dolog, amit nem tudunk, hogy nem tudjuk, hogy mennyire tudtak erről. Tehát ugye erről lehetett tudni 2 évvel korábban, de ugyanakkor mi tavaly januárban még csatákat folytattunk az oktatási hivatallal, mert például ők úgy értelmezték, hogy az osztatlan tanárképzésbe, hogyha matematika természettudományos szakra jön valaki, akkor muszáj neki matekból emelt szintű érettségi vizsgát. Ugyanez nem így volt az alapszak esetén, ahol természettudományos emelt szintű érettségi vizsga elegendő volt. A matekhoz. A matekhoz is. És, ja, és ugyanez más természettudományos területet nem érint, mert csak a matematika követeli meg ilyen szinten az emelt szintű érettségi vizsgát. Ezek jók, de azért jelentett egy, nem világos, ez jelentett egy 20-30 fős létszámcsökkenés. Fizika meg ezeknél azért nincs, mert különben elfogynának helyesen. Igen, világos, ezt én értem, de az előző dolog miatt, hogy a normatíva meg nem emelkedett, azért ez... Jó, hát ilyen szempontból ez más. De a tanárszakon szerintem Velucki Laci vagy Ádám nem úgy érzitek, hogy azért az emelt szintű út azért jobb egy kicsit a helyzet, nem? Nem. Jó? Én tudok adatokat, tehát azt kell mondanom, és hogy több magasabb volt a felvételi pontszám, tehát 2013-ban 310 ponttal be lehetett kerülni, most 2016-ban már 340 pont volt a minimális pontszám, amivel be lehetett kerülni a tanárszakra. És hogyha veszük azt, hogy kik azok, hogy a kritériumtárgyat nem teljesítették az első évben, és második fél évben kellett nekik újból fölvenni, nem csökkent ezeknek az aránya, hanem inkább női. Tehát ledöbbentem azon, hogy vannak olyan emelt szinten érettségi teljesített hallgató, aki nem tudja az első két körben megszerezni a kritériumból a elegendő pontszámot, a kiveírő tárgyat nem tudja elvégezni. Nem azt jelenti, hogy ők is kétből, és még nem tettem ezt, vagy a bajok őrcétből tettem ezt. Nem, mert a szólóki táborban én direktnek kérdeztem, hogy kik azok az emelt szintű érettségizettek, amik az első dolgozaton nem tudták teljesíteni a kritérium tárgyunkat, amiben elvileg középszintű matematikai feladatok vannak, és többen jelentkeztek. De az adatokat is meg tudom mondani, tehát jelenleg ugye fölvettünk mindössze 99 hallgatót, ahol beiratkozott 2016-ban 90-nek 2-3, és abból 25 még a második fél évben is tűnni ezt a kritérium tárgyat, amit az első évben hivatalosan teljesíteni kéne. Tehát többi 25% vagy 30% a 90-et mondta az a akkor de ez volt régen nagyobb szám is, nem? 25% aki nem ülött. Jó, hát tavaly 20% volt ez. Tavaly 20 volt ez? Igen. Tehát minden. Igen. Elrettentésre, tehát mostani eset, tartok első évet gyakorlatot, hogy már második fél évet csinálják, dolgozza. Az egyik az volt, hogy olyan megoldásokat keresünk egy lineáris egyenleten, szerintem x plusz y plusz z, valós számok között x plusz y plusz z egyenlő 6. Mert azt mondja, ebből következik, hogy x az csak 0, 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 lehet. És ezeket kipróbálja. Hát ez nem azt jelenti, hogy akár emelszint, hogy hát ennek semmi köze. Másik, meg kell határozni, hogy bizonyos komplex számoknak megfelelő pontok hol vannak. Eljut odáig, hogy az A plusz B i, A plusz B egyenlő 0. Mert azt írja, hogy A egyenlő mínusz B, vagy
B1-en, meg minusz 3. És ugye a válasz, hogy az összes bolygón átmenő egyenes. Hát szóval, ezzel nagyon nehéz bármit kezdeni, és ezt nem tudom, hogy ez hogy fér össze az a idáig el. Az emel szintű nem volt ilyen kérdés, Eszter is volt közben, most hát. Következően, hogy egyébként általában ezt már köszönhetünk, hogy most megint a millióter adta el ezt. Követően emelcint érettségi az még nem elég arra, hogy egy bocsánat kitézmény dolgozaton megfeleljen, és addig, amíg nem tudok más százalék kombinatot, ami egy valószínűségi statisztika lesz, addig ez a probléma. Tehát adóbra egy készsége, messze nincs nekiknek olyan. Ez jó a vészkés. Ja, az nem kell volna fölvenni tanárszakra, akit te mondtál, tehát az egy másik kérdés. Azért megint az a fűnözőlás kérdése. Jót cseszekszik azzal, hogy hozza a munkát, bocsánat. De a másik dolog az, hogy alapvetően kellene szerintem lépni abban, hogy mi a középiskolai tananyag, és mi a érettségének az anyaga. Drasztikusan, ahhoz, hogy az egyetemeket ne ezek a problémáik mérjen, Vagy akár megnézni, tehát önök, hogyha megnézik az ELTE honlapon, hogy mi a kritérium dolgozat, hogy mennyire van ez kapcsolatban azzal, amit végül is betanítanak a gyerekeknek. Hát, igen. És Rúra is. Hát, milyen egy kritérium dolgozat ekkora? És milyen egy érettségiről ekkora? Hogy a Nubának BT főigazgatának fizetését 50%-kal emelték, a beosztott, tehát elbocsátották, az átlag ennyivel csökkent, ez 10 sorban, és utána a három kivonással kell megmondani, még a 35. példánál is, hogy mi a végeredmény. 8 volt fél. Tehát addig, amíg elemzett érettség miért kérdezünk, azért kétlenül dolgozatban azt mondták az eredmények, amik. Olyan már is, aki alkalmas lenne ide. Igen. És Rúzsa? Nekem is van egy elakad a lemezés, akkor mindig van fajta, mint ahogy az eszterint csökkette. Nevezetesen nekem változatlanul a legnagyobb kérdőjelem oka, hogy mennyit és milyen alaposan tanítsuk. És arra, amit a Robi mondott, itt ez lélek hajmeresztő, de én ott látom a gyökereit, hogy soha nem volt ideje azoknak a gyerekeknek, akik most hallgató minősítésként csinálják ezeket az őrületeket, arra, hogy elmélyedjenek, hogy gondolkodjanak, hogy rávegyék őket arra, nem letanítani, hanem dolgoztatni, és a gondolkodás élményét megadni, és a gondolkodásra időt adni a gyerekeknek. És most én úgy gondolom, hogy lehet, hogy mennyiségileg kevesebb tananyag tartalommal, de erre való maximális törekvéssel, hogy legyen módja, alkalma a tanárnak nyugodt lelkiismerettel lehetősége arra, hogyha a Pistike meg a Katika lassabb, akkor az nem akkora baj, de Pistikének és Katikának is módot adunk arra, hogy fölfogja meg, megélje azt, hogy így gondolkodni lehet és nem túl lenni rajta. És nem tudom, hogy ezt kinek kell úgy elmondani, hogy hát nehéz. Egyetemen is túl akarunk lenni egy csomó tananyagot, tehát nyomjuk. Péter, hogy itt én tényleg, mikor én a hallgatókkal találkozom, azoknál akkor a módszertan szemináriumon ülnek azért velem szembe, de tényleg érzékelem némelyeken, hogy túlérték az alapozó tárgyat, de komolyan, de értitek, szóval papagáj szisztémával estek rajta túl, és elgondolkodik a középszintű érettségi feladatról valamelyik feladatán, amikor én arról akarok beszélni, hogy miért úgy van a pontozás fölépítve, és nem mondom, gyorsan oldjuk, akkor megnyerünk, és van, aki arra rágja az ökvét, mert valahogy ez tényleg túlélte, ott vannak a kreditjei, megvan a kettes szigorlata, meg a kettes nem tudom miért, és nem tud ő se gondolkozni, de ebben neki nem tudott segíteni az egyetemi matematika képzés. Én ezt szomorúan mondom, hogy látok ilyen hallgatót. Igen, ez így van. És nem tudom, persze ide is csak a kérdőjelet teszem a
elakadó lemez mellé, mert ha most azt mondanátok, hogy na és akkor Somfai, most mondd meg akkor, hogy szerinted hogy legyen, és akkor én nem tudom feltartani pillanatra csak az egyik kezemet, de föltartanám, mert nem tudom, hogy mi a jó megoldás, csak legalábbis sokat kellene beszélni. Igen, erről beszél, azért is ez is egy ilyen alkalom. Én a hatos villamoson szoktam hallgatni a hallgatókat, hogy mit mondanak azok a kollégáimról, meg esetleg rólam is. Teljesen olyan hangosan beszélnek, hogy mindent lehet tudni mindenkiről. Hát biztos, ha engem látnak, akkor rólam nem beszélnek. Na, a lényeg az, hogy ez egy, nem egy ilyen sztori volt, hanem hogy arról beszélt, hogy a vizsgál már sokat szorra megbukott, és hogy el akar menni olyan helyre, ahol nincsen térerő, nincsen telefon, nincsen wifi, valami könyvtárba, és hogy leülni és elmélyülni a tananyagba. Tehát ő maga rájött arra, hogy tulajdonképpen, hogyha ő nagyon horizontálisan nézi a világot, akkor soha nem fog olyan mélyre leásni, hogy megértse a gondolkodás szintje, így nem jött le. Én meg is lepődtem azon a srácon, majdnem gratuláltam neki. De nem tudom, mit lehetne tenni, mert az iskolából is már úgy jönnek, látom a gyerekeimen, hogy azért állandó ott a telefon, és amint valamit csipog, akkor már is nézzük. És hát, hogyha el tudok mélyülni mondjuk 2 percre, amiben az már nagy dolog. És itt ez nagyon hiányzik. Azt hiszem, a matematikának volna egy marha nagy esélye, hogy a gondolkodás örömét megadja, és nekünk ebben van komoly szerepünk. Mindenügy, hogy ez a horizontális világot támogatjuk, vagy ebben élünk és ebben mozgunk. Csak elviseljük. Igen, hát de jó, elviseljük, de ebből kéne valamit életítődni. Szóval nem tudom, hogy ez nem egy kérdőjelre, de a matematikával való elmélyedésnek az örökét megismertetni, és valószínűleg, hogy Zsuzsa mondja, akkor gondolkodni is megtanulnának, hogy élveznek a gondolkodást. Én tudom azt, hogy összeadnám.